napjaimat most az adventi és a karácsonyi készülődés tölti ki. Szeretnénk a három gyermekünknek boldog ünnepeket teremteni. Emellett a Testnevelési Egyetem hallgatója vagyok is, utolsó éves, úgyhogy erre is készülök, illetve az Angyalföldi Sportiskolában az U8-as és az U9-es korosztálynak vagyok az edzője. Ez egy nagyon nehéz kérdés, sok győztes mérkőzés van ilyenkor a fejemben, de talán kettő kiemelkedik ebből. Az első, amikor Dunaújvárosban először tudtunk győzni, a második pedig, amikor a BL döntő első idegenbeli mérkőzését a Viborg ellen meg tudtuk nyerni. Igen, természetesen, van akivel üzenetben, valakivel pedig telefonon tartom a kapcsolatot, de van egy baráti kör, akik megmaradtak, és hát általában nyáron, de így össze szokott jönni a banda, és most már mindenkinek van gyereke, úgyhogy jó nagy létszámmal szoktunk egyet bulizni. Az emlékeimben úgy élnek, hogy iszonyat jó hangulatot csináltak a mérkőzésen, némelyikükkel még most is beszélek, és azt üzenném nekik, hogy szurkoljunk együtt a magyar lányokért a világbajnokságon.